Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! A Mi Hazánk mozgalom tiltakozik a felnőtt képzés és szakképzés nemrég elfogadott szabályai ellen. Ez az átfogó és nagyon rossz irányú, kedvezőtlen irányú módosítás érinti a szakképzésben tanulókat, a szakképzésben dolgozókat, a felnőtt képzésben dolgozókat, azokat a felnőtteket, akik szeretnének élni az életen át való tanulás lehetőségével, és ez számukra most ellehetetleníti a kormányzat, illetve érinti azokat a többségében kis és közepes vállalkozásokat, amelyek gyakorlatilag tönkre mennek. Ezen kívül az elfogadott szabályok sértik a vállalkozások szabadságának alapelvét, sértik az iskola vagy oktatási intézmény szabad megválasztásának alapelvét, illetőleg a józan parasztészből is szakadó gazdaságosság és hatékonyság elveinek sem felelnek meg. Ezekhez szeretnénk néhány rövid gondolatot fűzni, hogy bemutassam így áttekintő jelleggel, hogy totális képtelenség az, amit önök a gyakorlatban is majd keresztül szeretnének vinni. A vállalkozások szabadságának alapelve azért sérül, mert kimondva vagy kimondatlanul, persze szokásukhoz, az önök szokásához híven inkább kimondatlanul, a felnőtt képzéssel foglalkozó vállalkozások gyakorlatilag ellehetetlenülnek, tönkre mennek, és az ott dolgozók munkaviszony, megbízási viszony vagy vállalkozó jogviszony keretében óraadókká kerülnek átminősítésre, legfeljebb óraadóként tudnak majd az állami rendszerben elhelyezkedni. Csak hát itt nagyon sok probléma fölmerül, és akár milliárdos vagy tízmilliárdos kártérítési pereknek, garantáltan elbukott kártérítési pereknek néz elébe a kormányzat. Ugyanis mi lesz a most már így értelmetlenül kifizetett vállalkozási költségekkel? Mi lesz azokkal a forrásokkal, amelyeket ezek a vállalkozók fejlesztésekbe forgattak, visszaforgatva, befektetve újra a hasztukat, a korábban képződött hasztukat? Vagy még rosszabb esetben fejlesztési hiteleket vettek fel? Ki fogja nekik megtéríteni az okozott kárt? Ki fogja megfizetni számukra a költségeket? Ki fogja megtéríteni az elmaradt hasztukat? Ki fogja majd helyettük fizetni azokat a fejlesztési hiteleket, amelyeket az eddig meglévő szabályozásban bízva ők fölvettek? Azt szeretném önöktől kérni, tisztelt kormánypárti képviselőtársaim, hogy legyenek kivételesen empatikusak, és képzeljék el, hogy a saját vállalkozásukat dolgozzanak bármilyen szakterületen, vagy legyenek ezek a vállalkozások bármely szakterületet érintőek, hirtelen egy törvényalkotással lefejezik, és az életük munkája, az életük értelme gyakorlatilag elvész, és lehetetlen helyzetbe kerülnek. Nem ez az első hivatásrend, nem az az első szakma, amelyet gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra lefejeznek és tönkretesznek. Maximum 2021. decemberéig tevékenykedhetnek ezek a vállalkozások, addig még valószínűleg életben tudnak maradni, utána garantált, hogy rövidebb vagy hosszabb idő alatt tönkre mennek. És mi lesz az eddig megszerzett jogokkal, a felnőtt képzési engedélyekkel, a vizsgaszervezői engedélyekkel, amely gyakorlatilag jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogként kerültek a jogosultak kezébe, gyakorlatilag ezek is teljes mértékben értelmetlenné válnak. Aztán mi lesz azokkal a felnőttkorú honfitársainkkal, akik most már nem tudnak majd élni az iskola szabad megválasztásának lehetőségével? Persze, papíron ez a lehetőség megmarad, de mivel az ágazati képzőközpontok a nagyobb városokban vannak, nemes egyszerűséggel az utazási, a logisztikai nehézségek is megfogják a legtöbb felnőttkorú, de tanulni vágyó magyar embert gátolni abban, hogy szabadon megválasszák azt a képzési formát, azt a képzőintézményt, ahol plusz szaktudást vagy alapszaktudást szeretnének szerezni. És hát ilyen módon gyakorlatilag az egész elfogadott, átgondolatlan, önök legrosszabb szokásait, töretlen hagyományait ismét megmutató módon erőből keresztül vitt szabályozás gyakorlatilag ellehetetleníti az életen át tartó tanulás lehetőségét. És hát, hogy mennyire gazdaságtalan és mennyire ellentmond a hatékonyság alapelveinek is, az nem csak azt mutatja, hogy a tanulni vágyó felnőttek utazási, logisztikai nehézségekkel szembesülnek, hanem egész egyszerűen idejük sem lesz arra, hogy az állami rendszerben szerezzenek adott esetben kétszer-háromszor annyi idő alatt szaktudást, mint amennyit ezektől a vállalkozó cégektől, mint amennyi idő alatt ezektől a cégektől megszerezhetnék a felnőtt képzés keretében. Nem beszélve arról, hogy a tananyag gyakran változik, ehhez a
Vállalkozások könnyebben alkalmazkodnak, az állami rendszer teljesen rugalmatlan, és akkor még nem beszéltünk a pedagógusok munkavállalóvá történő átminősítéséhez, az ehhez kapcsolódó jogfosztottsághoz és nehézségekhez. Úgyhogy a Mi Hazánk mozgalom azt kér önöktől, hogy helyezzék ezt hatályon kívül, és nyújtsanak be egy új, életképes a szakma és a magyar emberek többségének érdekeit szolgáló törvényjavaslatokat, mert ez így csak egy szűk, valószínűleg hátsó szándékokkal bíró körnek áll az érdekében, hogy ez az őrület, amit önök elfogadtak, így ebben a formában hatályba lépjen, semmiféleképpen nem javasoljuk ezt önöknek.